Ajánlások útján, főleg vízilabdás ismerőseim, barátaim saját pozitív tapasztalatai miatt döntöttem úgy, hogy titeket felkereslek. Dáviddal a konzultáción egyből egy hullámhosszon voltunk, hajhullámhosszon. Világosan elmondta, hogy miről van szó, milyen megoldási lehetőségek vannak. Nekem ezt tetszett, tulajdonképpen egy nem is olyan hosszas gondolkodás után eldöntöttem, hogy vágjunk bele. Egy megfelelő időpontot kellett találni, ami miattam nem volt könnyű, hiszen naponta kétszer áztattam magam klóros vízben, de a 2014-es Európa-bajnokság után volt egy rövidebb időszak, amikor meg tudtuk csinálni ezt a procedúrát, és bele is vágtam.